Gólgazdagnak bizonyult a megyei első osztály 10. fordulója, a 8 mérkőzésen összesen 49 alkalommal kellett maguk mögé nyúlniuk a kapusoknak. Minimum kétszer mindenütt megzörrent a háló, a legkevesebb gólt az 1-1-re végződött Baktoló rendháza Tiszakanyár mérkőzésen láthatták a szurkolók. A Szakoly-Fehérgyarmat meccs 2-1-jel, a tiszavasvári nagyesed összecsapás 1-2-vel zárult. A Máté Szalka 4-1-re múlta felül a Nagyhalászt, a Mándok 5-2-re bizonyult jobbnak a Nyírgyulajnál, és szintén 7 gól született a 7-0-ra végződött Tuzsér Tiszalök meccsen is. Az Ibrány Kemecse, valamint a Csényű Gyulaháza párharca egyaránt a hazaiak 10-1-es győzelmét hozta. Már a 10. percben talán 3-0 volt, tehát ezzel rögtön az első három helyzetünket értékesíteni tudtuk, majd ezt követően nyilván már az ellenfél is kicsit feladta, és utána sorra alakítottuk ki a helyzeteket, úgyhogy így összességében azt mondom, hogy volt ebbe a meccsben 9 gólos különbség. Arra számítottunk, hogy egy zárkózottan védekező, kemény ellenfél ellen lesz dolgunk. Valóban így is volt, tehát abszolút visszazártak, és próbáltak védekezésből gyors kontrákat vezetni. Csak mivel mondom még egyszer, hogy az első pár percben gyorsan be tudtunk találni, így borult nyilván az ő elképzelésük, és muszáj volt jobban kitámadniuk, ami aztán még inkább odáig vezetett, hogy még több gólt tudtunk rúgni nekik. A tabella élén a 25 pontos Ibrány áll megelőzve a 23 pontos Nagyecsedet és a 21 pontos Tuzsért. A 19 pontos Sényőt az egyaránt 18 pontos Nyírgyulaj és Mándok követi. A Tiszakanyárnak 17, a Szakóinak 16, a Tiszavasvárinak 13 pontja van. Három csapat, a Máté Szalka, a Baktoló rendháza és a Fehérgyarma 12 pontot gyűjtött. A 10 pontos Gyulaháza mögött a 7 pontos Kemecse és a 2 pontos Nagyhalász következik a sorban, amelyet a még mindig pont nélküli Tiszalök zár. A 11. forduló párosítása követ Tiszalök Máté Szalka, Nyírgyulaj Baktoló rendháza, Kemecse Sényű, Nagyecsed Mándok, Nagyhalász Tiszavasvári, Tiszakanyár Ibrány, Gyulaháza Szakoly és Fehérgyarmat Tuzsér.